Rövid időn belül másodszor kerül diákverés miatt a hírekbe a Somogy megyei hetesen működő általános iskola. Most az igazgató emeltkezett egy fiúra, mert nem fogadott szót. Korábban egy napközis tanár ellen folyt eljárás, őt felfüggesztett börtönre ítélte később a bíróság. A falu lakói nem akartak nyilatkozni, az iskolába nem engedtek be, a fenntartó Klebelsberg központ pedig érdeklődésünkre nem reagált. Ebben az általános iskolában szabadultak el korábban egy napközis tanár, nemrégen pedig az igazgató indulatai, akik mindketten bántalmazták a gyerekeket. A napközis nevelőt ezért a bíróság 1 év 5 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 1,5 év foglalkozástól eltiltásra ítélte, míg az igazgató dolgai most derültek ki. A falu polgármesterét meglepték a történtek. Egy kollégám hívta fel a figyelmemet arra, hogy ismét címlapra került a hetesi Somsics Imre általános iskola. Az én számomra azért megdöbbentő, mert ez hosszú évtizedeken keresztül egy nagyon-nagyon jól működő, nagyon magas színvonalon oktató intézmény volt, és én erről az esetről nem hallottam, én ezzel most besültem. A polgármester azt is mondta, hogy ha az iskola az ő fenntartásukban marad, akkor jóval hamarabb értesülhettek volna arról, hogy mi zajlik a falak mögött, és azonnal tudtak volna intézkedni. Az, hogy most ez így történt, hogyha ez a valóság, mert ugye azért nem hallottuk a másik felet nyilatkozni, én csak azt tudom, amit elolvastam róla, hogyha mondjuk önkormányzati fenntartású intézmény, abban a pillanatban, mint értesülünk róla, abban a pillanatban lépünk. A faluban senki nem akarta történtekkel kapcsolatban nyilatkozni, de a fenntartótól sem kaptunk választ. Lapértesülések szerint az iskola igazgatójának felajánlották, hogy ha felmond, akkor nem jelentik fel. A Klik tankerületétől szerettük volna megtudni, hogy milyen eljárás folyt az ügyben, de levelünkre nem kaptunk választ. Szil Bernadett, az LMP elnöke azonban tavaly évvégén már érdeklődött az ügyben. A minisztériumból kapott válaszban Rétvári Bence államtitkár azt írta, hogy az ügyben a vizsgálat megtörtént, intézkedtek, de feljelentésre nem volt szükség. Rétvári azt is írta, hogy idézem, a meghallgatásokon az iskola igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója részt vett. Ez azért is érdekes, mert az igazgató ellen folyó vizsgálaton saját maga is részt vett, mint munkáltató, de az is köztudott, hogy a Klebelsberg központ indulása óta az iskolákban dolgozó pedagógusok munkáltatói jogkörét a tankerület gyakorolja.